Zsúfolásig megtelt szerda délután a püspöki palota Szent Pál terme, ahol bemutatták Gibba Edit, gróf Zabolai Mikes János Henrik élete című kötetét. A tekintélyes arisztokrata családból származó Mikes János kora egyik legjelentősebb püspöke lett. Ferenc József király 1911. november 15-én nevezte ki a Szombathelyi Egyházmegye élére. A gazdagon illusztrált album szerzője elsősorban azoknak ajánlja művét, akik a papi pályát választották hivatásul. Azt a vívódást szerettem volna leírni hívőként, világiként és nőként, amin egy fiatal ember átmegy, hogy a pappá válás milyen rendkívül nehéz lelki, boldog folyamatot eredményez nála. Mikes János püspöki tevékenysége kezdetén megalapította az egyházmegyei takarékpénztárt, majd napilappá fejlesztette a Szombathelyi Újságot. Később a városba hozatta Szent Márton erekjéit, a székesegyház külsejét helyreállítatta. Kőszegen fiúinternátust és Verbita missziós központot alapított. Szombathelyen létrehozta az Annunciáta nővérek anyaházát és a Szalézi Atyák intézetét, Zalaegerszegen a Ferences rendházat és a Notre Dame nővérek nevelőintézetét. Nagy öröm, hogy ezt a kötetet itt mutathatjuk be, nem messze a Mikes könyvtártól, attól a helytől, amelyet ő ebben a püspöki házban, a püspökséggel legjobban szeretett, és ahol nagyon-nagyon sok időt eltöltött, ahol őrizzük is az ő gyönyörű könyvtárát. A kötet szerzője hosszas kutató munkája során napi 10-12 órát is eltöltött a történelmi dokumentumok böngészésével. 7 év, 9000 oldal kézirat, 4 nyelven, latin, magyar, francia, német és gótbetűs német, és tulajdonképpen 1300 levél lefordítása, 3800 letöltés a Hofburgban, és Mikes János 891 alkalommal fordult elő a bécsi és nemzetközi sajtóban. A könyvből sok mindent megtudhatunk Mikes János gyermekkoráról, szüleiről, tanulmányairól és első papi éveiről. A Szülőföld könyvkiadó gondozásában megjelent mű egy trilógia első része.